Szép estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek. A második résszel folytatjuk a Fogadó Óra című műsorunkkal. Az első részben a 2017-es költségvetést tettük önök elé, most pedig folytatjuk ugyanezzel az elején, hiszen elhangzott az előző műsor végén, hogy 430 millió forint áll rendelkezésre, amit már lepántlikázott az önkormányzat képviselőtestülete, két óvodai fejlesztésre, gyermekintézménynek a felújítására, javítására, az a Fecskeúti óvoda és az Epreskertúti óvoda, polgármester úr. Miért ezek mellett az intézmények mellett törték el a pálcát, és milyen fejlesztések lesznek ezek? Az egyik intézmény az egy Európai Uniós pályázat be nem fejezett fejlesztését igyekszik most lezárni. Ugye akkor az egész épületre nem jutott pénz a Fecskeúti óvodára. Ez most ilyen 21 milliós összegből jó rész megvalósítható. Ebben vannak konyhatechnikai fejlesztések. Az Epreskertúti az egy másik dolog, ez egy családi házban lévő óvoda. Most már a negyedik, ötödik, nem tudom, pályázati évben pályázunk, és soha nem nyert hazai forrást az intézmény, ezért mindig halasztódott a beruházás, ugyanakkor meg a helyzet az romlik. Ráadásul van egy vadonatúj pár éves tornaszoba, ami kötelező most már az óvodáknál, és a szabad téren közlekednek a megizzadt, kimelegedett gyerekek, és az épület, az anyai épület és a új épület közötti összeköttetést, belülről átalakításokat, nyilászáró cserék, fűtés, korszerűsítés. Tehát ez ilyen 30 milliós összeg, 31 milliós összegből hát sikítva lehet, hogy ki fog jönni. Aztán ehhez még kéne vagy 50 millió forint, hogy ezt a nagy csomagot, amit úgy igyekeztem elmondani, megvalósuljon, de ez föltétlen kell. Aztán nem beszéltünk róla, ugye, mert a sok-sok apró dolog, hogy mi lesz a 200-ban, meg a mostani új 200 millióban, ezt majd képviselők elmondják, de lesz még itt ugye olyan fejlesztés is, amiről nem mi döntöttünk, de reméljük, hogy elindul. Egyik ez az edzőcsarnok építés, meg öltözőépítés, ami a társasági nyereségadóból pályáztak a egyesületeink, a kézlabdaklub és a gyak, illetve hát megint csak a reményemet fejezem ki, hogy az a központi költségvetésből finanszírozott tűzoltó laktanya építés valahol talán évvégén már el kell, hogy induljon, hiszen ketyeg az átadási határidő, és ezek azért komoly fejlesztések vagy városkép meghatározó létesítmények is lesznek. És még egyszer mondom, sok-sok olyan nem is kicsi fejlesztések, amire most még nem tudjuk, mert kaptak egy étlapot, meg az első forduló előtt a műszaki kollégák nagyon sok utcát, nagyon sok közterületet felmértek, hogy hol lenne szükség szerintük útépítésre, útfelújításra, járdaépítésre. Majd a képviselő ezek közül szemezget, meg a rendelkezésre álló körzetre rendelkezésre keretből fog választani. Aztán ott van még egy keret, amiről nem beszéltünk, de ez megint csak fejlesztés, az intézményfelújítási tartalék. Ami vészhelyzetben egy sor gyermekintézményünknek, most már maradtak a szociális intézmények és a gyermekintézmények bölcsőre óvoda. Itt is azért minden évben fejlesztünk, van ahol csak tűzoltó munka, van ahol legsürgetőbb, mondjuk tönkre megy egy kazán fűtési időszakban természetesen, mikor menjen, és ezek az egy húzós kiadások, most a Platánúton is ilyen 5-6-8 millió forintos összeg volt a most november-decemberben a kazáncsere. Tehát ilyen mindig van. Aztán erről sem beszéltünk az előző félidőben, hogy terveztünk azért tartalékokat is, biztonsági tartalékot is, meg általános tartalékot is, pályázati tartalék is kell, hogy legyen, hiszen jöhet pályázat, ahol önerőkkel, jöhet pályázat, ami új pályázat, és mondjuk meg kell finanszírozni a tervezés, stb. Tehát itt több lesz attól a fejlesztés, mint amiről most beszéltünk, de részleteket majd a kollégák mondják. Most itt a két intézményre kérdeztem rá, hogy miért pont ez is, hát indokoltá válik az, hogy tényleg erre nagyobb figyelmet fordítsanak. Alpolgármester úr, kíván még ehhez hozzászólni. Igen, annyit még tudni kell a költségvetés szerkezetéről, hogy is abban megegyeztünk mindannyian, hogy ugye eleve működési hiányra nem lehet tervezni költségvetést. Viszont olyan forrás hiányra, ami fejlesztést igényelne, olyanra sem tervezünk. Tehát nem szeretnénk hitelt fölvenni, hanem a saját forrásaink alapján tervezni a kiadásainkat.
Nagyon fontos polgármester elmondta, és azt gondolom, hogy nem árulok el vele titkot, hogy azért a frakció megállapodásokban vannak olyan pontok, hogy figyelembe vettük azt, hogy ki milyen erővel, súllyal rendelkezik gyakorlatilag a képviselőtestületben. Nyilvánvalóan a körzetekre való felosztás igényei, illetve az ottani fejlesztési igényei is ez alapján dőlnek valahol el. Én azt látom, hogy a képviselők tényleg nagyon jól végzik a dolgokat, munkájukat, és látható, és ez független attól, hogy körzeti vagy listás képviselő, mindenki tesz hozzá valamennyit a költségvetéshez javaslatként. Viszont azok a javaslatok egészében megfogalmazódnak a lakosság felül, illetve az igényeket látják, és ez alapján jön össze. Ez az Epreskert úti óda egy élő példája rá, hogy tavaly például Faragó Tamás képviselő társammal már annyit, minket már annyit vettek elő, emiatt az Epreskert úti óviba, hogy javasoltunk egy bizonyos összeget, amivel nekünk volt egy lehetőségünk, hogy tegyünk bele. Én is azt mondom, hogy a Fidesz-KDNP is tett akkor abba a fejlesztésbe. Tehát valahol így áll össze egy költségvetés, és megpróbáljuk, ugye nyilván van polgármester úrék meg teljesen másba, én azt mondom, hogy a Fecske úti óviba. Tehát ez egy teljesen természetes, hogy az ott lévő képviselő megpróbál lobbizni a költségvetés terén, hogy igen, ezt el kell végezni. És ebből a tekintetben azt gondolom, hogy teljesen jó áll össze a költségvetés, és egy konszenzus alapján tud összejönni. Ebben mondjuk most teljesen várakozó álláspontunkban, amit már elmondtam, és még a laktanyára visszatérve, ugye, hogy egy jelentős fejlesztés lesz a laktanyában, vagy az új laktanya építése. Viszont azt tudni kell, hogy addig az nem tud elindulni, amíg mi a barna mezős beruházást, amelyik a top keretei között adtuk be a pályázat, és remélhetőleg meg is nyerjük, hogy addig nem tud elindulni az a pályázat, amíg a topos pályázatot el nem kezdjük, hiszen erre épül rá tulajdonképpen a laktanyának a beruházás, illetve a laktanyának a pályázata. Köszönöm szépen. 2017-2022. Ez az az 5 éves ciklus, amelyre az önkormányzat a sport és kulturális koncepcióját is javaslatként megfogalmazta az elmúlt heti képviselőtestületi ülésen. A polgármester urat kérdezem erről, hogy milyen területeket érintettek, és ez az 5 éves koncepció konkrétabban mit takar? Ez most lényegében egy általános koncepciót fogalmaztunk meg, alapelveket fektettünk le. Én úgy gondolom, hogy egy kicsit mind a két koncepció hiánypótló. Tulajdonképpen arra épül, hogy egy nagyon részletes helyzetfelmérés, úgy a kulturális, mint a sportéletben hol tartunk, milyen egyesületek, milyen kulturális csoportjaink, civilek vannak jelen. Gyakorlatilag egy helyzetértékelés kapcsán megpróbálunk odáig eljutni, hogy meg tudjuk azt vizsgálni, hogy a jelen helyzetből milyen kitörési pontok, lehetőségek lesznek, ha forrás oldalon meg tudjuk majd támogatni ezt. Na most, miután eddig mindig volt azért kulturális koncepció, csak egy picit általánosabb, most úgy gondolom, hogy egyszer helyére került ez a dolog. Voltak észrevételek egyébként a testületi ülésen, hogy kulturális koncepcióban bizonyos témakörök, hogy úgy mondjam, erősebben, kicsit vastagabban jelentek meg. Voltak olyanok, amelyek jelentős kulturális értéket képviselnek, mégis néhány mondatban úgymond elintéztük. Én úgy gondolom, a helyes arányokat kell majd itt megteremteni, de minden esetre legalábbis most összeállt, most látjuk, hogy kínálati oldalon mivel gazdálkodhatunk az elkövetkezendő 5 évben. És nyilvánvalóan erre kell nekünk egy nagyon tartalmas, ez ugyanúgy a sportra, mint a kultúrára értem, hogy nagyon tartalmas programot megnézni, amit költségvetési oldalon is végig tudunk vinni. Hát nagyjából most ez a koncepció is, csak jelzésként mondom, ez közel egy évig készül. Tehát hatalmas munka, hatalmas sziszifusz és nagyon-nagyon sok egyeztetéssel járó munka van közte, és bizony mégis vannak benne olyan részek, amelyen el kell gondolkodnunk, hogy átírjunk, javítsunk. Ez a munka természetéből adódott. Én úgy gondolom, hogy mindenki próbált pozitívan hozzá, tehát igazából a vita kapcsán én azt hiszem, hogy negatív kritikai elem nem is jött elő, inkább a pontosítások irányába történtek hozzászólások a frakciók részéről. Köszönöm szépen. Számos
szakember bevonásával készül ez a koncepció, hiszen azért az önkormányzat munkatársai, illetve az intézmények, kulturális intézmények is nyilván meg lesznek mozgatva az ilyen jellegű koncepciók elkészítésekor. Polgármester úr, kulturális szempontból olyan sok minden van ebben a városban. Nyilvánvaló a adottságainál fogva a borok, de mondhatjuk a 19. századi piacot, vagy mondhatjuk éppenséggel a minden évben megtartott nagy sikerű születi napokat, a Folklore Fesztivált, ami azt hiszem, hogy egy nagyon érdekes kulturális élményt ad az ide látogatóknak. Mégis Gyöngyös szeretne egy ilyen sajátos kulturális teret magáévá tudni, amit meg is tesz. Ebben a koncepcióban erre is lehetőséget adtak, illetve született is egy döntés. Polgármester úr, elárulja nekünk, mi ez? Elárulom, csak előtte még hagyd mondjak egy-két fontos, de általános részhez tartozó elemet, hogy ugye itt Tamás mondta az előbb, hogy hát olyan 400-500 millió forintot fordítunk idézelben a nem kötelező feladatokra. Kultúra, sport, stb. Szociális. Na most, ha ezt kivonnánk, és csak a legtörvényi szükségleteket, mert kultúrában is könyvtárra kapunk finanszírozást. Már a művészeti házra nem nagyon. Vagy egy csomó szociális területre, vagy sportterületre még nem is beszélek. Egy város attól város, hogy van kulturális élete, civil élete, hogy segítünk a rászorulókon. Tehát ez nál mindig örök dilema a képviselőnél, hogy vegyünk, ne vegyünk, mennyit vegyünk el, mennyit hagyjunk, de nélküle nem lennénk város. Na most 3-4 dolgot mind a két koncepcióból kiemelnénk. Az első, amire utalt szerkesztő úr, hogy milyen sokan részt vettek. Igen, nagyon sokan részt vettek, és nagyon köszönöm a munkájukat, és mennyien nem vettek részt. Tehát ha valahol negatív érzések keringenek az emberbe, hogy a két szférát érintő legfontosabb 5 évre szóló alapdokumentum elkészítésénél sokkal többeknek kellett volna hallatni a hangjukat. Tehát valahol azt gondolom, hogy róluk szól a sportba szereplőkről, sportolók, edzők, sportvezetők, kultúrába, civilek, intézményeink, stb. Sokkal nagyobb aktivitást vártam volna. Többek között ezért is húzódott ennyi ideig, adatot kértünk. Adatot azoktól, akiket támogatunk. Nem jöttek eredmények, nem jöttek magukról beszámolók. Vagy ha jött, akkor lehet, hogy az adott magáról sokat, aki mondjuk kevés, B jelentős, aki meg nagyon jelentős, az 5 mondattal elintézte. Tehát igazából megspórolt mind a két szféra egy csomó időt arra, hogy bedolgozza magát, de ahogy mondta alpolgármester úr, kell, hogy legyen annyi energiám meg időnk, hogy ezt közben folyamatosan korrigáljuk. Ugye kultúránál 3 dolgot emelnék ki. Egyik, hogy ami nagyobb szabású, természetesen mind a két területen azt mondom, az értékek, eredmények megőrzése. Ez is önmagában ma nagy dolog, hiszen Gyöngyösön a kulturális élet rendkívül sokszínű, nem csak ez a 5-6 nagy rendezvény, hanem nagyon sok művészeti csoport, nagyon sok énekkar, nagyon sok a táncművészet különböző műfajban, rengeteg civil csoport, nem akarom sorolni, tehát nagyon tartalmas élet zajlik. Na most ezt azért szeretnék megőrizni, hogy így maradjon. És ahol tudunk fejleszteni, és egyik ugye azt jelenti, hogy ifjúsági vonalon mondjuk egy olyan ifjúsági ház, ifjúsági, nem is szórakozó hely, mert nem a kocsma irányába akarunk elmenni, hanem tényleg egy olyan valamilyen háznak a ifjúságnak a rendelkezésre bocsájtása, ami fontos. Galéria. És az a nagy kiemelt rendezvény, ami országos jelentőségűvé nőheti ki magát. Egy olyan megfogalmazása egy nagy eseménynek, amely tényleg vonz turistákat. Mert eddig jobbára eléggé belterjes magunknak, környékbelieknek, nívós jó rendezvények több ezer részevővel, de az igazán nagy durranás hiányzik. Sportban meg a 3 dolog, hogy prioritás gyermeksport, utánpótlássport, és a lakossági sport irányába való elmozdulás, ami azt gondolom, az első kettő ez most is megvolt, hogy a utánpótlás és a gyermeksportot kiemelten támogattuk, el kell mozdulni a minél szélebb lakossági tömegsport támogatása, kerékpárpost, turizmus, nyitott pályák, nyitott termek, tehát ebbe az irányba el kell mozdulni. És azt mondom, hogy a versenysportban megfogalmaztuk, hogy
Magyar Nemzeti Bajnokság első osztály, másodosztály, harmad, vagy nemzetközi eredmény, EB, VB, olimpia, stb. Tényleg nagy eredmény, vagy ha nincs ilyenje, akkor viszont nagy utánpótlás bázis legyen, hogy rengeteg gyerekkel foglalkozzon. Tehát itt egy pici hangsúlyváltás is történt. Én nagyon remélem azt, és hogy ehhez a feladatokhoz minden évben picit hozzá tudunk tenni, mert van a cselekvési programban rengeteg megvalósítandó feladat. Polgármester úrból csak kiszedjük a választ. Mi az a nagy duranás, amit a képviselőtestület tárgyalt? A kollégák azt mondták, hogy mivel Gyöngyös a Palócország határvidéki helyezkedik el, de még Palóc területen, ezért valamilyen Palócsághoz kötődő nagy országos jelentő eseményt karoljunk fel, ugye se Salgótarján, se Gyarmat, se Pásztó, senki nem vállalta fel igazából ennek a rendezvénynek, ebben lenne népi hagyományoktól kezdve gasztronómiáig, táncig, sok minden, ami beleillik, hogy ez lesz-e, hogy kötődik-e más nagy rendezvényünkhöz, ezt majd a szakembereknek kéne, meg a marketingbe, turizmusba érintetteknek, meg a szakmába, hogy na, mi legyen az a nagy rendezvény, de épp mondtam, hogy nagy rendezvény, nagy pénz. Tehát most mi 5-7 millió 8-at adunk egy rendezvényhez, Miskolci Kocsonya Fesztivál több mint 100 milliós költségvetéssel dolgozik. A lakosság száma is sok, jóval nagyobb nyilván. Hát igen. Tehát ehhez mérten kell majd a igényeket is megfogalmazni. Alpolgármester urat se hagyjuk ki a jóból, nyilván elhangzott itt a két városvezetőtől ez a sport és kulturális koncepció. Alpolgármester urat is. Összefoglalva, ami nem hangzott el, ugye ez 17-től 22-ig szól, ez a koncepció, bármikor belenyúlhatunk, ha úgy látjuk, hogy ezen még változtatnunk kell. Ugye nagyon fontos, hogy egy adatbázist alakítottunk ki mind a két koncepcióba. Ahogy polgármester is elmondta, ha csak számadatot nézünk, 55 sportegyesület, szervezet, akinek van kapcsolata tulajdonképpen az önkormányzattal, ő jelzett felénk. Viszont van 39, akiről tudjuk, hogy van, de nem tudjuk, hogy mi van vele. Tehát ő például hozzá se szólt a koncepcióhoz, azért ez ugye elég nagy szám a kettő, mert majdnem a fele. Tehát én arra ösztökélem minden kedves nézőt, aki ebben már hozzá fog jutni, ugye akár interneten, akár írásos formában a koncepcióhoz, hogy olvassa el, hogy mi az, amit a képviselőtestület elfogadott, és milyen irányt szeretne venni, ugye főleg a sport, már nyilvánvaló a kulturális koncepciót sem becsülöm, ezért nem sorolom mögé. A sport rendeletnél volt két olyan módosító indítványunk, ami saját kútfőből jött, ugye a Jobbik frakciónak, az pedig azt hiszem a kerékpárútnak a tervezése szintjén, hiszen megvan Mátrafürettől Sástóig tervezve, viszont avval egészítettük ki, hogy ez a Mátrafürettől egyébként a nyilvánvalóan 6 kilométeres felújítás, amelyik egyébként egy pályázatban meg fog jelenni, hogy európai uniós pályázatban. Azon felül, hogy Abasár, illetve Abasár Markasz felé próbáljunk gondolkodni továbbiakban. Ugye fontos, nagyon fontos dolog, hogy a déli városrészt is tudjuk bekötni a kerékpárútunkba, tehát ez is már egy régi képviselői gondolatot lent a 80-as képviselők körébe, hogy azt a városrészt is próbáljuk becsatlakoztatni a Mátrába vezető, tehát gyakorlatilag az egész várost átszelő kerékpárútban gondolkozzunk. A kulturális koncepcióhoz pedig olyan javaslataink voltak, amelyik hát egy picit, hogyha én azt láttam, a képviselőknek túlzott volt, hiszen a ünnepnapok, illetve a városi rendezvényeknek a nagyságát, illetve a több rendezvényt szerettek volna. Én kettőt kiemelnék, amit azt gondolom, hogy konszenzus alapján tényleg teljes mértékben elfogadott a képviselőtestület. Nyilván a többi megítélés kérdése volt, amikre én is azt tudtam mondani, hogy azért ezt még nem. Viszont ami nagyon fontos, és beemeltük a városi rendezvények közé, az pedig a kommunizmus áldozatainak emléknapja, amelyik ugye február 25-én van, illetve a Rákóczi Szabadságharc, amelyik június 15-e. Ezen felül pedig a Vas Albert felolvasó est, ami azt gondolom, hogy hát ugye bár mi kezdtük el szervezni, de elég nagy a társadalmi támogatottságot, azt látjuk, hogy nagyon sok civil érkezik be, és az is úgy fogadtuk el, hogy ez egy kiemelt rendezvényként fogja kezelni a város. Én azt gondolom, hogy ez már elérkezett olyan színvonalra, amelyiket érdemes vele a városnak foglalkoznia. Úgyhogy körülbelül ennyi volt a mi részünkről a kiegészítés a koncepciókhoz. Köszönöm szépen a válaszokat.
műsoridőnk lassan lejár, egy nagyon lényeges témát azért mégis szeretnénk érinteni, és polgármester úrhoz fordulok e tekintetben is most elsőnként. Az önkormányzat döntött egy ösztöndíjról is. Nyilván mind három város vezető elmondja a hozzáfűzött indoklását. Ez egy nagyon pozitív iránymutató ösztöndíjprogram. Szükség is van rá, segíti is a város ifjúságát. Most épp aktualitását is nyeri rövidesen, hiszen a felsőoktatási jelentkezési határidő most már itt ketyeg a fiatalok feje mellett, füle mellett. Polgármester úr, mit lehet tudni erről az ösztöndíjprogramról? Három dolgot hagyj emeljek, ugye előbb közvetlenül beszéltük a sport és a kulturális koncepcióról, ez meg a decemberben elfogadott ifjúsági koncepciónak a része. Két dolog indokolja szerintem, sok minden, de ez kettő, ez nagyon nyomós. Egyik, hogy a munkaerő utánpótlás helyzete elérte a negatív helyzete a várost is. Tehát nem tudunk olyan munkaerőt kapni, ami segíti a hivatali munkát, a intézményeinkben a munkát. És ugyanez a cégekre is igaz. A másik oldal pedig, hogy sok az olyan család, ahol ha két kereső vagy két gyenge kereső, két gyerek, tehetséges, jó tanuló gyerek, annak a tovább tanulása nagyon problémás. Tehát azt gondolom, hogy találkozik a város igénye, hogy kell neki egy biztos munkaerő, aki tisztességgel tanul, diplomát szerzett, és erre alapítottunk egy városi ösztöndíjat. Ez azt jelenti, hogy most a továbbtanulásnál már sokan gondolkodtak benne, hogyha még ne találtál fizetős képzésre is megy, akkor a város 3 vagy 5 évig állja ő tanulmányi költségeit, és utána mi elvárjuk, hogy gyakorlatot nálunk folytassa, a nyári gyakorlatokat, szakmai gyakorlatokat, utána pedig annyi évet, amennyig mi fizetjük az ösztöndíjat, a városnál fog dolgozni. Ez lesz 3 itteni egyetemi hallgató, gyöngyösi intézménybe, egy műszaki pályán, egy pedig a védőnői pályán, de ez változhat, ahogy a munkaerő igény igényli, most ebbe gondolkodunk. Összes részlet felvilágosítás pedig honlapokon, kollégáknál, aki érdeklődik iránta, szívesen adunk tájékoztatást. Köszönöm. A polgármester úr? Én azt gondolom, hogy ez egy olyan ötlet, amivel semmilyen, tehát még vita nélkül elment, tehát sőt, minden frakció megköszönte ennek a felvetését, a létjogosultságát pedig nem vitatta el, hiszen azt gondolom, hogy a legfőbb dolgunk, hogy itt tartsuk a fiataljainkat, mert sajnos általánosakban elmondható, hogy ha valaki elmegy innen, akár Budapest, vagy akár más nagyvárosba, gyakorlatilag nem jön vissza, és nem tudunk itt, és elmennek a fiataljaink, az nagyon nagy baj a városunknak. Hogy azért vannak ennek egyéb feltételei, és polgármester már elmondott egy párat, ugye itt nagyon fontos, hogy 3 és feles átlagot teljesítsen a tanuló, ugye a költségvetésben már mi ezt a 800.000 forintot, amit erre szántunk, azt már el is különítettük. Ugye 5 főről beszélünk. Én azt gondolom, hogy egyébként később, hogyha ez jól működik, a bővítésen is el lehet gondolkodni. Tehát, ha azt látjuk, hogy ez tényleg egy ilyen megtartó ereje van, akkor mindenképp erre nagyon szívesen áldozunk. Tehát azt gondolom, hogyha ez elindul egy jó folyamat, akkor azt bővíteni kell mindenképpen. Tehát ezen nem szabad megállni. Köszönöm, alpolgármester úr, akkor ez most el is tartol, most már igénybe is vehetik ezt a fiatalok. Ez már a február 25-i jelentkezési határidőnél már az első jelentkezőket én úgy gondolom várjuk. Amit én is ki szeretnék emelni, hogy eddig is voltak azért ilyen ösztönző, ösztöndíjas jellegű juttatásaink bizonyos területeken, nem általános körűen. Én úgy gondolom, hogy most ez az első terület, ahol azért egy picit minőségbe ugrottunk, hogy jelentősebb forrást teszünk mögé. Tehát azért ez havi 40.000 forintról szól, tehát a mai világban egy egyetemi hallgatónak azért a havi 40.000 forint, ez akár kollégium költség, albérleti költség, megélhetés, azért egy biztosabb alap. És én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog volt. Fontos dolog volt, hogy mi már terveztük, hogy az önkormányzatnál körülbelül milyen területen tudnánk fogadni őket. Itt bejöttek a műszaki értelmiségiek is, tehát nyugodtan műszaki értelmiségeket is tudunk fogadni. Évek óta visszatérő probléma a védőnői kérdés, én remélem, hogy ezzel egy picit előbbre tudunk jutni, de akár csak a pallos a fejünk fölött van, megemlítem, hogy akár a házi orvosokkal kapcsolatban is a jövőben lehet, hogy el kell gondolkodnunk, mert nagyon nehéz az utánpótlás kérdése. Úgyhogy ez nyilván egy élőrendszer lesz, nyomon tudjuk követni, akár fél évente, évente, milyen típusú hallgatókkal szeretnénk kötni.
ezerrel támogatta mindenki a testületbe, úgyhogy ennek nagyon örülök. Tehát most arra kell a szülőknek, meg a családoknak odafigyelni, hogy az a most negyedikes, vagy tavaly végzett, most, aki felvételizni akar valamelyik egyetemre, főiskolára, hogy nyugodtan felvételizzen, ha megfelel ezeknek a paramétereknek, akkor ő azon 5 hallgató között lehet, akinek a tanulmányait finanszírozzuk. Tehát ez ne legyen akadály, hogy már be se adja a jelentkezését. Ha nyer, akkor nagy tervet veszünk le a családról. Nagyon szépen köszönöm mindhárom városvezetőnek az érdemi válaszokat. Ehhez az évhez is, meg a következő költségvetési fordulóhoz is kívánok önöknek eredményes döntéseket. Köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Kedves nézőinknek pedig köszönöm, hogy a közel egy órát velünk töltötték. Tartsanak továbbra is a Gyöngyösi Városi Televízió csatornájával. Legközelebb új adással egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Viszontlátásra!